21. századi körülmények között sajátíthatják el a bereckis mezőgazdasági gépész technikusok a gyakorlati ismereteiket, hiszen az utóbbi időben a város két legnagyobb szakirányú vállalkozásával is megállapodást kötött az iskola. Ez mindenkinek jó, én azt gondolom, hogy a gyerekek a legkorszerűbb technikát, technológiát tanulhatják meg, azt ismerhetik meg, akár a párhuzamvezetős rendszerektől kezdve az elektronikától, az AdBlue, kipfógáz visszanyerő rendszerektől kezdve mindent megtanulhatnak itt. Azokat a technikákat, ami a legkorszerűbb pillanatilag a világ mezőgazdaságában, azt nálunk testközelben megnézhetik, szétszedhetik, összerakhatják, és utána, hogyha ezt akarják majd kezelni, akkor ezt tudják majd kezelni is, vagy akár javítani az elmúlt években. Az Axial Kft.-vel szeptember elején, a Dorker Kft.-vel pedig most szerdán írták alá a szerződést. Az iskola a gépészképzés gyakorlati feltételeit úgy tudja megvalósítani, hogy szerződés köt a környékbeli vállalkozásokkal, azokkal a helyekkel, ahol a legmodernebb technológiával ismerkedhetnek meg a gyerekek, és most a Dorkerben írtunk alá egy együttműködési megállapodást. Ennek keretében mezőgazdasági gépésztechnikus első évfolyamos diákjaink, akik érettségi után választották ezt a képzést, itt fogják tölteni a szakmai gyakorlatuk jó részét. Minden diák heti 6 órát itt tölt az üzemben, és üzemi körülmények között tanulja a mezőgazdasági gépészetet, a gyakorlat többi része pedig az iskolai tanműhely keretében folyik majd. A két nagy vállalkozással 5-6 éve intenzívebb az iskola kapcsolata, mely a feleknek kölcsönösen előnyös, hiszen jól képzett mezőgazdasági gépészekre mindkét cég telephelyén szükség van folyamatosan, így ha gyakorlat alatt valaki jól megtanulja a szakmát, akkor végzését követően biztosan nem lesznek munkahely problémái. Maximálisan meg vagyunk velük elégedve, nyilván ide hozzánk azok a diákok érkeznek, akik rendkívül nagy hajlandóságot mutatnak e terület iránt. Úgy látjuk, hogy van utánpótlás, bár azért sajnos el kell mondanunk azt is, hogy országos szinten egyre csökken azoknak a hallgatóknak, azoknak a tanulóknak a száma, aki a mezőgazdasági gépszerelés területén hajlandóságot, aktivitást mutat. Ez nekünk azért jó, mert ebben az évben is 3 fiatal végzett bereckis gyerek jött hozzánk tanulni, és ők mindannyian már dolgoznak is, és itt éppen mellettünk javítják az egyik klász rakodógépet. A mezőgazdasági gépész technikusok mindkét cég telephelyén a legfejlettebb technikával kerülhetnek szoros kapcsolatba. Ráadásul egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Dorker Kft.-nél egy új 1000 négyzetméteres csarnokban fog folyni az oktatás. Nem panaszkodhatnak azonban az egyéb szakterületek tanulói sem a bereckiben, hiszen a kertészek gyakorlati képzése az iskolai tangazdaságban történik. A húsipari termékgyártók pedig a PIG ZRT bajai telephelyén sajátíthatják el a mesterfogásokat.